Akkor az aljával kapcsolatban, hogy ugye amikor megfestettük itt az első rétegeket, az arra szolgált nekünk, most, hogy akkor így amikor második rétegben festünk, hogy most szépen kirajzolódnak a tincsek, mármint ezek a gyűrődések, hogy ez egy gyűrődés, ez is egy gyűrődés, jó? És akkor mindig, amikor dolgozunk, akkor mindig ugyanúgy, mint a itt a tetején, hogy így csíkonként dolgoztunk, itt is gyűrődésenként dolgozunk, jó? Mindig csak egy gyűrődéssel foglalkozunk. Most itt a többieknek mindig, amikor mentek el, akkor mindig már festettem tincseket, mármint ilyen gyűrődéseket, úgyhogy most keresek egy olyan gyűrődést, amit még nem. Mondjuk itt van ez a nagy, ez a, amit aláfestettünk ilyen nagyon-nagyon sötétre. És ha megnézed az eredeti kiindulási állapotot, ez, ugye ez a terület, ez nem egy színű. És ezt a nem egy színűséget, ezt most fogjuk ráfesteni, jó? Hogy most kezdjük el nézni azt, hogy milyen színek vannak ott valójában. És a sötéten látom, hogy van egy lilás rész. És akkor rámegyek egy, ugyanúgy ez egy ilyen tompa lilával, tehát a lila, sárga, fekete meg fehér. Kicsit vizesebb az ecsetem. Jó, vizesebb, mint ahogy eddig használtam. És csak annyira vizes, hogy amikor erre festek, akkor maradjon ott a sötét tónus. Az még sok is rajta a festék, látod? Még nem, szinte teljesen átfestettem a sötétet. Akkor picit le kell szednem belőle a mennyiségéből, hogy kevesebb legyen, és csak azt a részt tudjam át lilával festeni, amit át akarok. Itt ez a része, meglátom, hogy kraplakkosabb ennek a része, akkor ide kraplakkosabb árnyalatot viszek. Jó, de maradjon ott a sötétebb tónus, kicsit vizesebb, és ilyen hosszú mozdulatokkal adjuk meg ezt a könnyedségét, ezt a sejmességét a képnek. Ahol meglátom, hogy még sötétebb, oda meg még mehetek még mindig sötét színnel. És ahogy húzogatod egymásba itt a színeket, változtatod mindig az ecseten a színeket, hogy hol a lilásabb, hol a kraplakosabb, úgy fognak egybeolvadni a színek egymáson. Jó így? Érthető így? Szóval mindig csak egy területen dolgozzál, jó? És ugye annyi réteget vigyél föl rá, hogy egy idő után már nem fog látszani az ecsetnyom. Tehát minél több ez a réteg, ahogy fested rá a színeket, annál szebben összeolvadnak az átmenetek. És akkor mindig kiszemelsz magadnak egy gyűrődést, és csak azon dolgozol. És azt javaslom, hogy a legvilágosabbakat, ezeket a plusz, ezek a legvilágosabb gyűrődéseket, amik itt vannak a képen, azt akkor csináld meg, amikor kész van már a sötét alap, ki van dolgozva. Tehát, hogyha megvan mondjuk, van egy fehér fénycsík, akkor azt akkor vidd rá, amikor ez is megvan, meg ez is ki van dolgozva, és a legvégén rakod rá a legfehérebbet. Andi, ott a gyöngyöknél igen. Miért olyan fekete? Tehát ott először teljesen kenjem le barnával? Igen, sötét barnával, égetett széna, meg feketével, igen. Jó. És utána lehet fehérre rávinni. És utána rá lehet fehérre rávenni a gyöngyöket, és ugye most csak a formáját adod meg a fehérrel, mert ugye egy réteg az nem elég, meg hogyha megnézed a színeket, akkor nem is teljesen fehér az a gyöngy. Tehát nem mindegyik fehér, hanem ezeket most majd még át kell színezni rózsaszínesre, sárgásra. Itt megint ugye érvényesül az, amit tanultunk, hogy ha, tehát ez most csak két szín egymáson van, a alapsötét, azon a fehér, ugye ez még bután néz ki, és erre még rá kell menni még kraplakkossal, rózsaszínessel, sárgással, hogy legalább három szín legyen.